Az idei év különösen elősre sikerült itt az ELTE-n, a Hungarian Startup University programban. Ez a negyedik év, hogy részt vesz az egyetemünk ebben a programban, de idén tudtuk a legtöbb nyertes ötletgazdát hirdetni. A korábbi években 6-10 csapatunk volt, de az idén 15 ötletgazdánk dolgozott a második fél évben. És ami még nagyon fontos, hogy idén továbbfejlesztettük az ELTE-s háttértámogató rendszert is, jóval nagyobb kari bevonással, több eseménnyel, több tréning, mentoring programmal és különböző szakmai programokkal is készültünk az ELTE-s csapatoknak. Volt az ötletgazdák számára egy folyamatos mentoring folyamat az egész második fél év során. Ezen kívül készségfejlesztő tréningeket tartottunk nekik, stresszkezelés, projektmenedzsment, időmenedzsment, csapatvezetői skillek. A kurzust felvett hallgatók között gyakorlatilag az ELTE mind a 9 kara képviselte magát. A legnagyobb létszámban a gazdaságtudományi karról érkeztek a hallgatók, de természettudományi karról, informatikai karról, bölcsész karról, társadalomtudományi karról. És ami nekünk egy nagyon fontos dolog a HSZUP intézményi háttér támogatásában, hogy sikerült olyan karokról is hallgatókat toborozni a programba, akik egyébként nem feltétlenül klasszikusan a startup világ résztvevői. Az első fél alapvetően alapozás volt, de mire kell számítani, hogyha egy ember egy startupot szeretne építeni, és mik a reális elvárások, mikben lehetne támadni, mikben kell feladatot ragadnak lenni. A második fél évnek a nagyon kis része volt a HSZUP anyaga és a tanulás, inkább tevékeny munkát végeztünk, üzleti koncepciótól egészen piacotatáson, üzleti tervezésen át, MVP specifikációig jutottunk el. A második fél évben pedig a mentorunk, akikkel együtt tudtunk dolgozni, elképesztően sok segítséget adott nekünk, olyan hibákra világított rá, amit magunktól nem vettünk volna észre. A 15 nyertes ELTE-s ötletgazda 15 különféle ötletet hozott, tök jól reflektálnak a mindennapjainknak a kihívásaira, és a fenntarthatóság, a mesterséges intelligencia felbukkan az ötletekben időről időre. Volt közöttük olyan csapat, amelyik az orvosi leleteknek a kiértékelésében segít a laikus közönségnek. Volt olyan csapatunk, amelyik háromdimenziós étlapokat szeretne létrehozni. Volt olyan csapatunk, amelyik egy speciális hidroponikus rendszert fejleszt, és a fenntartható mezőgazdaság számára szeretne megoldást kínálni. Volt olyan csapatunk, amelyik megkésett beszédfejlődésű gyermekeknek egy úgynevezett silent bookot fejleszt. A mai napon tartottuk meg a klasszikus évadzáró pitch eseményünket, ami két részből áll. Az első részben az erre vállalkozó csapatok egy nagyon intenzív pitch felkészítő tréningen vehettek részt Pap Henrik és a tréner csapata segítségével, és az esemény második fele pedig nyitott volt, ahol 6 csapat vállalkozott arra, hogy előadja a vállalkozási ötletét egy klasszikus 3 perces pitch keretében, méghozzá egy szakmai zsűri előtt. Ma a Stratumax projekten megnyertük az ELTE pitch napját. Nagyon jól éreztük magunkat, kiváló felkészülés volt a online pitcherésre. Nagyon örültem neki, hogy tényleg sok zsűritag volt, és sok különböző terület tudta elmondani, hogy mit gondol mi projektünkről, miben kéne még fejlődnünk. A programban ugyanúgy, ahogy az eddigi években, gyakorlatilag minden képzési szintről és minden tudományterület felől várjuk a hallgatókat, tehát BA-tól egészen a PhD szintig lehet jelentkezni. Gyakorlatilag egy 2,5 éves kurzusról van szó, tehát a Neptunban keressék majd azok, akik érdeklődnek, és mi az ELTE HSZUP háttér támogató csapat részéről nagyon nagy szeretettel várunk a következő évadban is minden érdeklődőt.